Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Beszéljünk Nyíltan című sorozatunk, melynek vendége Leidinger István polgármester úr. Szerbusz, polgármester úr! Szerbusz, jó napot kívánok! Bevallom őszintén a nézőknek, hogy ezt megint én próbáltalak rábeszélni, hogy elgyere hozzánk egy stúdió beszélgetésre, mégpedig azért, mert a múltkorában a Képviselőké a Szó című sorozatunkban egy olyan téma jött föl, amiről én nem tudok semmit. Tehát kellemetlen is volt számomra, mert hogy nem tudtam, nem volt róla semmi információm, és ez adta az ötletet, hogy azért jó lenne első kézből erről valamit tudni, mégpedig az, hogy tanácsnoki rendszert szeretnél felállítani, és a bizottságokat szélnek akarod ereszteni, és hogy a továbbiakban így akartok majd működni, sőt, egy dátum is elhangzott, hogy februártól te már ezt szeretnéd bevezetni. Ez nem egy új keletű dolog. Aki megnézi a város képviselőtestületének a gazdasági programját, ez már benne van, hogy tanácsnoki rendszerben szeretném a bizottsági struktúrát működtetni, és ennek a bevezetését ezt minél előbb szeretném. És szó nincs bizottságok szélnek eresztéséről, tehát ez megint egy nagy butaság. Tehát akkor miről is van szó? Amikor fölállt a képviselőtestület, akkor 6 bizottságot hoztunk létre. A szokásos meglévő pénzügyi és ellenőrző bizottságot, a városfejlesztési bizottságot, a kulturális oktatás és sportbizottságot, a szociális és egészségügyi bizottságot és 2 bizottságot hoztunk létre pluszba. Az egyik volt a környezet és természetvédelmi bizottság, a másik pedig a közbiztonsági bizottság. Mondhatom, hogy mind a 2 bizottságot jelzésértékű bizottságként hoztuk létre, hogy ez a 2 dolog, ami eddig Pomázon nem jól működött, és ebben a 2 dologban szeretnénk bizottsági szintre emelni, tehát magasabb szintre emelni, hogy ezzel a képviselőtestület tudjon foglalkozni, tehát környezet és természetvédelem és közbiztonság. Hozzáteszem, hogy az, hogy 6 bizottság legyen a képviselőtestületben, ez nem egy jó Istentől elrugaszkodott dolog, mert hogyha megnézzük ülő települést, ahol azt hiszem 6 bizottság van, gyártelepülést, ahol 6 bizottság van, Köddöllőt, ahol 8 bizottság van. Ha környékünkön megnézzük, akkor itt kevesebb, Szentendrén 4 bizottság van, Budakalászon 4 bizottság plusz egy tanácsnok van, Pilisvörösváron 4 bizottság van, Csobánkán 1 bizottság van. Tehát annyi bizottságot hoz létre a képviselőtestület, amennyit akar. Ezeket a bizottságokat, hogy el tudja látni megfelelően feladattal, ez pedig a adott település, illetve a képviselőtestület, illetve a polgármester vehemenciája, hogy mennyi feladatot tud ide delegálni. A bizottságok működését Magyarországon az önkormányzati törvény, az MÖTV szabályozza le. Az, hogy egy bizottság hogyan működjön, ennek nagyon kemény kőbevésett kritériumai vannak, túl bürokratikus, és a működést hátráltatja. Mire gondolok? Képviselőtestületi ülést tartunk a hónap végén, ki van tűzve az időpontja. Amikor meghatároztuk az időpontját, az általában benne van a munkatervbe, tehát előre ez mondjuk tudható. Elkezdi a hivatal gyártani az előterjesztéseket, illetve azokat az anyagokat, amit a képviselőtestületnek meg kell tárgyalni, és ezekben döntést kell hozni. A jogszabály azt mondja, hogy 8 nappal előtt a képviselőtestületnek már ki kell küldeni a testületi anyagot, és a bizottságnak szintén 8 nap előtte ki kell küldeni a
bizottságnak azt a testületi anyagot, amit meg fognak tárgyalni. Ez azt jelenti, hogy a hivatalnak nagyon korán készen kell, hogy legyen az előterjesztés, ami gyakorlatilag lehetetlen, mert még az utolsó pillanatban is dolgoznak vele a kollégák, hogy ezt időben ki lehessen küldeni. Aztán a bizottságra delegálni kell a polgármesteri hivatal vezetői állományából egy főt, aki idézőjelbe felügyeli, vagy jogilag kontrollálja a bizottságnak a működését. Erről jegyzőkönyvet kell felvenni, a jegyzőkönyvet föl kell tölteni a mit tudom én milyen rendet, tehát van ennek egy csomó macerája. Néhány hónapos működés alatt, meg a 30 éves képviselő vagy bizottsági külső tag tapasztalat alapján azt láttam, hogy ez nem jó, ennek a hatásfoka, tehát ezt lehet jobban csinálni. Nem beszélve arról, hogy veszélyhelyzet van. A veszélyhelyzet az azt jelenti, hogy a katasztrófavédelmi törvény 46. paragrafus 4-es bekezdése értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt a képviselőtestület és annak szerveinek, amiben a bizottság is beletartozik, a hatáskörét a polgármester gyakorolja egy személyben. Erről már korábban többször beszámoltam. Maga a rendelkezés az logikus, mert amikor ezt a veszélyhelyzetről szóló passzust megírták, akkor elsődlegesen arra gondoltak, hogy jön az árvíz, és hogyha jön az árvíz, akkor nincs idő most itt előterjesztést írni, meg összehívni képviselőket, meg bizottságokat, és meghozni döntéseket, akkor gyakorlatilag azonnal pront döntést kell hozni. Ez a mostani helyzet viszont nem ilyen. Ugyanúgy készülnek az előterjesztések, ilyen skizofén helyzet alakul ki, tehát elkészíti a hivatal az előterjesztést, ezt az előterjesztést, ezt én aláírom, hogy akkor ez az előterjesztés, tisztelt képviselőtestület, ebbe szeretnék döntést kapni, ezt az előterjesztést utána megkapom én, mint polgármester, és akkor ebben nekem döntenem kell. Tehát saját magammal levelezek, meg saját magammal beszélgetek, közben a hivatal apparátusát megleterhelem azzal, hogy ilyen leveleket, meg ilyen előterjesztéseket csinál. És még mindig nem ezzel van a baj. Hanem a veszélyhelyzetet, amikor elrendelték október közepén, hogyha jól emlékszem, a második hullám, akkor jött, akkor innentől kezdve sem a bizottságok, sem a képviselőtestület nem működhet, mert a polgármester gyakorolja a hatáskörét. A jegyző sem működhet, mert a polgármester gyakorolja az ő hatáskörét is. Tehát amikor most január végén arról beszélünk, hogy a bizottságok működése, akkor azt kell mondani, hogy a bizottságok október óta nem működnek. Az, hogy teret biztosítottunk, hogy a bizottságok informálisan összetudjanak jönni az online térbe, a művelődési házba, az nem, az most pont be van zárva, majd mondhatnám a kocsmát is, de az is be van zárva, tehát ez pont nem jó. Tehát, hogy bárhol a bizottság összetudjon jönni, és bizottsági munkát tudjon végezni, ennek nincs meg a jogi feltétele. Tehát ameddig a veszélyhelyzetet föl nem oldják, a bizottságok nem működhetnek. A képviselőtestület sem. Most az más kérdés, hogy ezzel a jogszabállyal én nem értek egyet, mert hogyha a polgármesteri hivatalba én egy vezetői értekezletet tartok és összehívom a mit tudom én hány osztályvezetőt, és leülünk az asztal köré, és megbeszéljük, amit meg kell, akkor miért ne lehetne összehívni az öttagú bizottságot és megbeszélni, amit meg kell. De jelen pillanatban a jogszabály nem teszi lehetővé, tehát bizottsági ülés nincsen. Miért nincs bizottsági ülés? Azért nincsen bizottsági ülés, mert a bizottságot bizottságnak hívják. Most, hogyha én azt mondom, hogy ezt a bizottságot ne hívják bizottságnak, hanem hívják tanácsadó testületnek, akkor innentől kezdve, ugye ez nem szerve az önkormányzatnak, akkor a tanácsadó testület minden további nélkül elkezdhet dolgozni. És össze lehet hívni, döntéseket tud hozni. És akkor most érnék rá, hogy mi ez a tanácsnoki rendszer.
Régen, amikor a Csaba képviselő volt, akkor hogy neveztük a bizottsági elnököt? Tanácsnok. Tanácsnok. Tehát minden bizottsági elnök tanácsnok volt. Az általam leírt tanácsnoki rendszer, és ezt nem most írtam le, hanem a múlt év közepén, tehát az első pandémiás időszaknak a végén, amikor bevittük a testületi ülésre a képviselőtestület gazdasági programját, ott van benne olvasható. Tehát nem most találunk ki, nem ötletelés, hanem ez már ott van lerögzítve, hogy tanácsnoki rendszer szeretnénk bevezetni. Tehát a tanácsnoki rendszernek az a lényege, hogy most hagyd mondjam példaként a városfejlesztést. De mondhatnám akár még bizottságot. A Városfejlesztési Bizottságnak az elnöke az Ország István, van két képviselő tagja, és kettő olyan tag, aki külső szakértőként lett bevonva a bizottságnak a munkájába. Ugye ez a Városfejlesztési Bizottság. Összejönnek, jegyzőkönyvet írnak, döntenek, döntést készítenek elő, határozatokat hoznak, ez ideig rendben van. Most a törvény megtiltotta, hogy ők nem jöhetnek össze, ők nem hozhatnak döntést, nem beszélgethetnek egymással, mint bizottság, tehát nincs ilyen hatáskörük, mert én gyakorlom az ő hatáskörüket is, ami nem jó, hát nem látja el a funkcióját. Na most, hogyha én azt mondom, hogy a városfejlesztések ügyéért felelős tanácsnok az Ország István, akinek van két segítője a képviselő testületből, a két belső tag, és a Városfejlesztési Bizottságnak van két állandó szakértője, ezek a külső tagok, és mint tanácsadó testület, minden további nélkül holnaptól elkezdhet dolgozni, és elkezdhet nekem anyagokat előkészíteni, ötletelni, meg bármit csinálni, elindíthatja ezt a munkát, akkor én úgy gondolom, hogy ezzel a polgármesteri munkát is segíti, illetve a képviselőtestületi munkát is segíti. Tehát azt mondom, hogy mi az, ami változik. Az ég adta világon semmi, csak átnevezzük, hogy holnaptól tudjunk működni. Tudjuk. A képviselőtestületet nem tudom átnevezni, de ott továbbra is megmarad az informális képviselőtestületi ülés. Igazából eddig is úgy történt, hogy minden előterjesztést bevittem a képviselőtestületi ülésre, megtárgyaltuk, mindenki elmondta a véleményét, a végén még volt egy online szavazó felület, ahol még szavazni is lehetett, és ezután hirdettem ki a képviselői informális testületi ülés döntésének megfelelően, hogy milyen döntéseket hoztam meg, de gyakorlatilag a képviselőtestület hozta meg. Hogyha valamire azt mondta volna a képviselőtestület, hogy ezt vegyük le, ebben ne foglalkozunk, akkor azt levettük volna, nem foglalkoztunk, és utána másnap meg itt voltam a tévében, és elmondtam, hogy ezek a döntések kerültek a képviselőt, informális képviselőtestület elé. Tehát azt mondom, hogy igazából az ég adta világon semmi nem változik, csak az, hogy most el tudunk kezdeni akár jövő héten dolgozni, hogyha ezt bevezetjük. Amennyiben erre a képviselőtestület azt fogja mondani, hogy nem, akkor gyakorlatilag amíg a veszélyhelyzetet vissza nem vonják, addig nem működnek a bizottságok. Október óta kapják a bizottsági tagok a tiszteletdíjat, folyamatosan nem vontuk el tőlük, tehát gyakorlatilag viszont bizottsági munkát nem végeznek. Van egy másik része is a dolognak, hogy a hatékonyság. Tehát, mint említettem, az, hogy bizottságként működjön, ennek nagyon sok jogszabályban rögzített bürokratikus dolognak kell megfelelni, és ráadásul még szerintem hátráltatja is a történetet. És hagyd mondjak el egy friss példát. Megkeresett az ATV, hogy meg nem tudom mondani most milyen műsorával, szeretne jönni Pomázra, és itt szeretne Pomázon forgatni. És leírták, hogy körülbelül mire gondoltak. Ezt a levelet én átküldtem egyből a kulturális bizottság elnökének, de akkor nevezzük úgy, hogy a kultúráért felelős tanácsnoknak, hogy mi erről a véleménye. A kultúráért felelős tanácsnok az eldönti, hogy most erre összehívja a tanácsadó testületét, és jól meg fogják
tárgyalni, hogy most ez legyen vagy ne legyen, hogy legyen, mint legyen. Megkérdez benne szakértőket, esetleg bevon más szakértőket, hogy mi erről a véleménye, mint ahogy csinálta a művelődési házigazgatói pályázatnál, amikor a külső szakértőt a bizottság bevont, és ő nézte át a pályázati anyagokat, vagy mint amit csinál a szlovák házügybe, hogy ugyan van egy állandó bizottság, ezek a állandó tanácsadó testület, ez a bizottságnak a külső tagjai, de bevont külső bizottsági tagokat is, hogy a beérkező pályázatokat majd jó bírálják el, mint független személy. Tehát ez a része működik, tehát ez rá van bízva a bizottság elnökére, hogy milyen körbe akarja azt a kérdést megtárgyalni, és ezután ad nekem egy választ, hogy milyen irányba vigyük tovább az előterjesztést, vagy milyen irányba vigyük döntésre a kérdést. Jelen esetben képviselőasszony visszaírta, egyetértek vele, tetszik az ötlet, következő szempontokat kérem figyelembe venni, leírta, köszönjük szépen, ebben az irányban megyünk tovább. Hogyha ez pénzügyi vonatkozással jár, akkor természetesen megy a pénzügyi bizottsághoz, mert a pénzügyi bizottságnak kell lenni, ezt jogszabály előírja. És hogyha dönteni kell benne, akkor pedig megy a képviselőtestület elé. Tehát itt szó nincsen arról, hogy bármiben a polgármester egyedül dönt. Itt arról van szó, hogy továbbra is megtartjuk ezt az informális testületi ülést, bevisszük testületi ülésre, megbeszéljük a képviselőkkel, a döntést meghozzák, formálisan vagy valóságban pedig én aláírom meg, én hozom meg a döntést, mert a jogszabály ezt mondja ki, de igazából úgy, hogy ott van mögötte a képviselőtestületnek az akarata. És van még egy történet. Ez pedig egy picit visszavezethető a rosszul működő bizottsági struktúrára. Szerintem rosszul működő bizottsági struktúrára. Az egyik osztályvezetőnk az gyakorlatilag ez miatt állt föl, és ment el máshova dolgozni, mert azt mondta, hogy ezt ő nem csinálja. Következő történt. Pont az adott hatósági osztályon létszámhiány volt. Covidos volt a kollega, vagy Covid miatt otthon kellett maradnia, tehát elkapta a fertőzést. Nem volt minden státusz betöltve, tehát gyakorlatilag az osztályvezető nyakán maradt egy csomó munka, amit neki végezni kell. Azt kell tudni a hatósági ügyekről, hogy itt nagyon súlyos határidők vannak. Tehát itt 8 napon belül döntést kell hozni. Tehát ezek államigazgatási döntések. Tehát ezzel nem ér rá, majd egyszer megcsinálom. Ezt meg kell csinálni 8 napon belül, vagy birtokvédelemnél 3 napon belül neki dönteni kell. És volt egy csomó ilyen határidős munkája, de hát megkapta a meghívót, hogy be kell mennie szociális bizottsági ülésre. Bement 10 órakor a szociális bizottság ülésre, ez eltartott 2 óráig, most lehet, hogy nem jól mondom a számokat, de nagyjából. Tehát mondjuk eltartott 2 óráig, végigült a szociális bizottság ülését, amibe kellett, ott válaszolt, amit kellett, azt leírta, megcsinálták, vagy jegyzeteltek a jegyzőkönyv számára mindent. Ezután pedig, 2 órától pedig kulturális bizottsági ülés volt. Ugyanennek az osztályvezetőnek be kellett menni a kulturális bizottság ülésére. Kulturális bizottságnak 4 napirendi pontja volt, ebből 3-ban én is bent voltam. A 3 napirendi pontot a kulturális bizottság 1 óra alatt megbeszélte. Kolléganő úgy gondolta, hogy hát az jó, mert akkor még gyakorlatilag délután ugyan már lejárt a munkaideje, meg tudja csinálni a saját munkáját, a határidős dolgokat. Én ki is jöttem a 3. napirendi pont után, de ott maradt még 1 napirendi pont, amiről a bizottság még értekezett, beszélgetett, vitatkozott este 7-ig. És neki este 7 órakor kellett volna már holtfáradtan nekiállni és megcsinálni a saját munkáját. Ezt nem tudta vállalni, hanem bejött szombaton, és szombaton délelőtt megcsinálta, és azt mondta, na ő ezt nem csinálja tovább, tehát ez így nem fog működni. Mi ezzel a baj? Az a baj, hogyha ezt úgy hívjuk, hogy bizottság, akkor a bizottsági ülésen az elejétől a végéig a hivatal képviseletében ott lévő osztályvezetőnek, vezetőnek, jegyzőnek, valakinek ott kell ülnie. Tehát neki ezt végig kell ülnie.
miért ilyen hosszú a bizottsági ülés? Mert a bizottság ötletel, nagyon helyesen egyébként ötletel, tehát kitalál dolgokat, meg jól megvitat, jól megrál dolgokat, amivel azt mondom, hogy az ég ott a világon nincsen probléma, de érdekel engem, hogy ki mit mondott. Engem az érdekel, hogy a bizottságnak mi volt a döntése. A bizottság ezt az előterjesztést, vagy ezt az ötletet támogatja. Vigyük tovább. A bizottság ezt nem támogatja, ne vigyük tovább. Engem ez érdekel. Tehát így tudunk tovább haladni. Az, hogy ki mit mondott, és ez jegyzőkönyvben legyen rögzítve, ez nem érdekel. Tehát ezért is mondtam, hogy ezen változtatni kell, hogy ne kelljen ott ülni folyamatosan. Sőt, hát ezt a bizottsági tagok is érezték, hogy ez így nem jó. Hát a bizottságok saját maguk kezdtek ilyen informális bizottsági üléseket, ahol átbeszélték a kiadott feladatokat, ötletelgettek, és amikor körülbelül megvoltak a bizottságnak az elképzelései, döntései, akkor utána csináltak a következő nap, vagy a következő héten, hívtak össze egy rendes bizottsági ülést, és utána 3 perc alatt a döntéseket elmondták jegyzőkönyvbe. Tehát már ezt a bizottságok is így működtették. Na most ezen szeretnénk változtatni, hogy ne legyen ez az adminisztrációs háttér egyrészt, másrészt meg ne várjuk meg azt az áprilist, amíg feloldják a veszélyhelyzetet, és áprilisban kezdjenek el a bizottságok dolgozni, a bizottságok kezdjenek el hónap dolgozni, csak ne úgy hívjuk, hogy bizottság, mert amíg úgy hívják, hát addig nem dolgoznak. És hogyha ez most beválik, január vége van, most február-március hónapban, ez úgy látjuk, hogy ez egy működő, hatékony rendszer lesz, akkor mire a veszélyhelyzetet meg fogják szüntetni, áprilist hallottam, április-májust, legyen így. Tehát, hogyha április-májusban meg fogják szüntetni a veszélyhelyzetet, akkor módosítjuk a szervezet és működési szabályzatot, és így fogjuk tovább működtetni a rendszer. Hogy használjuk a 2 hónap alatt, hogy ez nem válik be, mert nem hozza azt a hatékonyságot, mint amit elvárunk, vagy nagy Isten, a bizottság az jobban működik, akkor azt mondom, hogy jó, hát akkor ha visszaáll a rendszer, akkor a bizottságok működnek, mint bizottság, ha megengedi a jogszabály is. Ennyi. Viszont, hogyha már ez szóba került, azért aggodalmamnak is hagyadjak a hangot. Erről a strukturális átalakításról egy e-mailt küldtem a képviselőknek. És itt nem teszek különbséget, hogy mi képviselőnk, meg ellenzéki képviselőnk, hanem minden képviselőt tájékoztattam, hogy van egy ilyen ötletem, ami benne van már a gazdasági programban, leírtam körülbelül, hogy ez hogy működne, milyennek a jó oldala, és kértem, hogy ha valakinek van kérdése, hozzászólása, észrevétele, az tegye meg, mert találjuk ki ezt a rendszert, hogy ez jól működjön. És ennek a kiküldött levélnek volt egy minősítése, oda volt írva, hogy ezt a levelet kezeljétek bizalmasan, mert ez egy munkaanyag. Ennek ellenére én azt nagyon szomorúnak tartom, hogy egy munkaanyagot, ami nincs döntésre előkészítve, nem ford ki, hanem tényleg az ötletelés szintjén vagyunk vele. Erről a képviselőtestület 3 tagja nyílt levelet ír, és kiviszi olyan szinten a közvélemény elő, ami semmi másra nem jó, csak a közvéleménynek a hergelésére. Tehát igazából itt azért el kell gondolkodni, azon is el kell gondolkodni, hogy megengedheti-e a képviselőtestület magának azt a luxust, hogy van egy pénzügyi ellenőrző bizottsága kiváló szakemberekkel, és a pénzügyi ellenőrző bizottságnak, ugye a polgármester az így küldené ki a munkaanyagokat, hogy kezdjük el előkészíteni a költségvetést, vagy a költségvetés módosítást, de munkaanyagokról van szó, szigorúan munkaanyagokról van szó, ami gyakorlatilag egy nagyon belső, és nagyon, melyik irányba menjünk tovább, így csináljuk, vagy úgy csináljuk, tehát egy nem kidolgozó dolog, hogy ezeket a munkaanyagokat én elküldöm a bizottság tagjainak, és a bizottságból van olyan ellenzéki, kitalálhatják, hogy kicsoda, ellenzéki tag, aki ezt a megkapott anyagot azon nyomban küldi az előző polgármesternek és az előző gazdasági vezetőnek. Itt az önkormányzat érdekei sérülhetnek ebbe.
Tehát ezt egy cégnél, tehát az én cégemnél valamelyik munkatársam ilyet csinált volna, hát azt keresztül harapom a torkát, az biztos. Tehát nem lehet belső információkat előkészítés nélkül kiadni. Majd amikor előkészítettük és alátámasztottuk, akkor természetesen nyilvánosságra hozzuk. Erről van szó, ezt akarjuk és azért akarjuk, számokkal alátámasztva. Most gyakorlatilag ott állunk, hogy szeptemberben, amikor kiderült, hogy kevesebb az adóbevételünk, elmegy a gépjárműadó, úristen, hogyan fogjuk ezt az évet végig csinálni, össze kellett hívnom, és azt mondtam, hogy összehívok egy közgazdasági fórumot, és a képviselőtestület pénzügyi bizottságába, illetve a képviselőtestület külső tagjainál lévő közgazdászokat hívtam be egy beszélgetésre, mert a saját pénzügyi bizottságomat nem hívhatom be, mert kimennek az információk, és abban a pillanatban kiteregetnek mindent. Itt gazdasági döntéseket kell meghozni. Itt egy ingatlan értékesítésről kell döntést meghozni, ingatlan vásárlásról kell döntést meghozni. Ezek stratégiai kérdések, és gyakorlatilag teregetik ki és szedik szét, és viszik a nyilvánosság elő a nem igaz, féligazságokat tartalmazó, sőt, mondhatom, hogy sok esetben hazugságokat, és szerintem most is itt ez történt. Tehát ez viszont megint csak azt mondja, hogy át kell gondolnunk mind a bizottságoknak az összetételét, mind a bizottságoknak a működését. És akkor még egy utolsó gondolat a bizottságok működéséről. Én a bizottságokat nagyon fontosnak tartom. Most hívhatjuk tanácsadótestületnek vagy bizottságnak, nincs jelentősége. Mert azt szeretném, ha a bizottságok a döntés előkészítési folyamatokban részt vennének. Jelen pillanatban ez nem így történik. A jelen pillanatban a kész előterjesztést, ami már gyakorlatilag azt mondom, hogy kifordul, megkapja a bizottság, jó, megtárgyalják, és utána elfogadják, hogy mehet a képviselőtestület elé. Ez nem egy hatékony működés. Tehát vegyen részt a bizottság a döntések előkészítésében, érdemben ezt vitassák meg, és úgy menjen a képviselőtestület elé az anyag, amikor már ez tényleg elő van megfelelően készítve. Nagy vonalakban ennyi a bizottsági struktúra szétverése, vagy nem is tudom, hogy volt a levélben. Hogy... Valahogy így, igen, tehát tanácsnoki rendszer. Nem igen. Tudom, különben én feltettem a kérdést, hogy az országban valószínű, hogy van olyan település, ahol ilyen rendszer működik, nem tanácsnoki rendszer. Nem tudom, nem néztem utána, nem néztem utána. Mert hát nekünk is van azért egy tanácsnokunk, ugye? Egy tanácsnokunk van, a környezetvédelmi nincs. Bizottságunk van. Csak bizottságunk? Persze. Hát tanácsnok, a Sarkadi Attila volt a közbiztonsági tanácsnok. Most ettől pomázon jobb lett a közbiztonság? Nem lett jobb a közbiztonság. Tűzoltó parancsnokként küldtem nekik egy segélykérő anyagot, ahol egy elemzést végeztem a tűzoltóság működésével, finanszírozásáról. Gyakorlatilag ott volt, hogy segítség. Elküldtem mint tűzoltóság a közbiztonsági tanácsnokhoz voltunk bekötve, elküldtem neki ezt az anyagot, visszaírta, hogy munkátokhoz gratulálok. Tehát ennyi volt a közbiztonsági tanácsnoknak a közbejárása. Tehát gyakorlatilag ez így nem működik. Uh-huh. Ez így nem működik. Uh-huh. Azóta meg lehet nézni, gyakorlatilag akár a Környezetvédelmi Bizottság is jól teszi a dolgát, mert vannak előterjesztés, vannak ötletei, hát ezt várom, hát nem nekem kell kitalálni mindent, én nem tudok kitalálni mindent, tehát honnan a fenéből értenék olyan mélységben a környezetvédelemhez, mint a Környezetvédelmi Bizottság. A Környezetvédelmi Bizottságnak remek ötletei vannak, és ezt végigviszi, és ez a tanácsnoki rendszernek a nagy előnye, hogy a tanácsnok, aki megkapja feladatul, hogy mit tudom én, tanösvény, akkor ő végig kíséri ennek a tanösvénynek az életét, vagy erdősítés pomázat, akkor ezt végig kíséri, mert most jelen pillanatban a bizottsági rendszerbe a bizottság meghozza a döntést, és utána ezt a történetet elengedi. Utána a hivatalban történik valami, elnéznek egy határidőt, most így jártunk az erdősítéshez, hogy bizony itt decemberben be kellett volna adni valami nem tudom micsodát, tehát vagy előterjesztés kérvényt, vagy valamit, vagy pályázatot, és nem vettük észre ezt a határidőt. Na de ezt a tanácsnok tudta.
Tehát őnek ezt végig kellett volna vinni. És ugye itt mondtuk a gazdasági programban, tessék megnézni, hogy megnő a képviselőnek, a tanácsnoknak a felelőssége, jobban tudja magát pozícionálni, új közvilágítást teszünk Pomázzon, új közvilágításunk lesz, és ezt a közvilágítást az elejétől a végig mondjuk az Ország István fogja végigvinni, mint a városfejlesztésért felelős tanácsnok, akkor gyakorlatilag az Ország Istvánt ki lehet állítani, és képbe van mindenbe. Hát most kérdezzén meg egy bizottsági elnöket, gyakorlatilag nincs képbe alapvető dolgokkal. Én se vagyok képbe egyébként, mert mit tudom én, mit tanácskoznak a bizottsági ülésen. Hát majd egyszer, hogyha lesz időm, akkor talán elolvasom a jegyzőkönyvet, hogy mit is vettek föl. Hát így meg sokkal hatékonyabban tudna ez működni. Mondjuk már valamit a kisbuszról. A kisbuszról? Mit mondjak róla? Hát, hogy miért nem jár már? No, akkor ott is kezdjük az elején. Láttam, hát megint csak Sarkadi Attila, meg ki más, láttam a kiposztolt akármit, hogy tönkretettük ezt is, meg leállítottuk. Mondhatnám, hogy képviselő úr téved, de én szerintem pontosan tudja, hogy mi ennek a története, tehát én innentől azt mondom, hogy képviselő hazudik. A kisbusznak az üzemeltetője a kisbusznak a működését leállította a pandémia első hullámába. Amikor bezártak az óvodák, iskolák, akkor gyakorlatilag ő is azonnal beszüntette a kisbusznak a működtetését. Elkövette azt a hibát, hogy nekünk nem is szólt. Tehát engem hívott föl egy néni a lakótelepről, hogy legalább kírná, hogy nem vár vagy nem jár a busz, mert ott állt egy órát a busz megállóban. Tárgyaltunk a kisbusznak az üzemeltetőjével, elmondta, hogy hát most nincs bevétele, hát persze, ugye mindenkit arra kértünk, hogy maradjon otthon, idősek otthon maradtak, gyerekek, akik iskolába, óvodába jártak, otthon maradtak, nem működtek az iskolák, hát persze, hogy nem volt, aki használja a kisbuszt. Akkor mondtam, hogy jó, akkor mi segítünk neki, írok egy védelmi bizottsági határozatot, amit meg is tettem, amiben, mint védelmi bizottság, letiltjuk a busznak a használatát a pandémia miatt. Tehát megtiltjuk az üzemeltetését. Mondván, hogy ezzel a tiltással ő igényelhet a működéséhez támogatást, mert hogy az önkormányzat letiltotta, neki meg az embert fizetni kell, itt bér, járulék, meg minden ilyesmi merül föl, tehát ő erre jogosult volt, hogy valamilyen központi támogatást kapjon, nem igényelt, hát most erre azt mondom, hogy így szétteszem a kezem, hogy hát miért nem tetszett igényelni, tehát ez egy butaság volt. Tehát a kisbusz nem működött, ott volt nála, és hát tárgyaltunk róla, hogy milyen formában tudjuk ezt üzemeltetni. Megvan még a levélváltás, amikor én több levelet írtam neki, amikor a veszélyhelyzetet feloldották, hogy indítsuk már el a járatot. Utolsó levél már egy ilyen nagyon erőteljes felszólítás volt, hogy mivel azt írta, hogy a kisbusz üzemeltetése az egy rentábilis tevékenység, akkor írtam neki egy felszólító levelet már, hogyha ez egy rentábilis tevékenység, akkor legyen kedves a lakosság, az önkormányzat és saját maga hasznára elindítani ezt a járatot, ezt a szolgáltatást. Akkor visszajött, hogy értsen már meg, hogy ez rentábilis. Hát mondom, értem, hogy rentábilis, azért kell elindítani. Akkor bejönne hozzám, jöjjön be hozzám. Bejött, leültünk beszélgetni, kiderült, hogy az, hogy rentábilis az ő értelmezésébe, az azt jelenti, hogy nem kifizetődő. Uh-huh. Na akkor kölcsönösen fölvilágosítottuk egymást, hogy mit jelent a rentábilis szó, hogy itt hónapokon keresztül itt fölöslegesen leveleztünk egymással, mert hogy azt mondja, hogy ez egy veszteséges dolog, és ezt ő nem akarja üzemeltetni, meg olyanokat írt, hogy hát ő a szerződést felbontottnak tekinti, ez nem így működik, a szerződés, azt föl kell bontani, hogyha azt mondja, hogy ebben így nem ért egyet. És hát talán nálam ott telt be a pohár, amikor
Pomázon nem működött a buszjárat, mert hogy ez egy veszteséges dolog. Viszont voltam a lányom, pont akkor jött haza, azt hiszem külföldről, és találkoztam a kis busszal a Ferihegyi repülőtéren. Tehát mint taxi működött, illetve megjelent a Facebookon egy poszt, amiben a kisbusz üzemeltetői és barátnője éppen a Tiszatóhoz ment busz kirándulni, a mi buszunkkal. Hát és erre azt mondtam, hogy na álljon meg a menet. Igen, benne van a szerződésben, hogy a magánhasználatot az önkormányzat respektálja, tehát hogy amíg ő szállítja az utasokat, akkor ezt magán célból is használhatja ezt a buszt, ez benne van, ezt nem mi kötöttük, ezt a szerződést hangsúlyozom, tehát ezt megörököltük. Na de az, hogy Pomázon nem működjön egyáltalán a buszközlekedés, viszont arra a kis busz használva legyen, hogy a családot elvigyük a Tiszatóhoz nyaralni, hát erre azért álljon meg a menet, ezt azért nem fogjuk engedni, úgyhogy írtam neki egy levelet, hogy azonnali hatállyal a két kis buszt hozza be a polgármesteri hivatal udvarára és adja le. Itt történt egy átadás átvétel, megállapítottuk, hogy a szélvédőben van törve, a másik kis busznál a karosszéria össze van törve, tehát ezen most itt viták meg egyezkedések vannak, hogy akkor ezt most kinek kell megjavítani, az üzemeltetőnek vagy a tulajdonosnak. És ezzel párhuzamosan mi elkezdtünk tárgyalni a volánnal, hogy indítsuk be a buszjáratot, de akkor ne csak a állomás lakótelep útvonalon, hanem terjesszük ki a lakótelep fölötti részre is, illetve célozzuk meg vele a temető környékét, Orlovác környékét, iskolákat érintve, polgármesterhivatalt, városközpontot, tehát kitaláltak egy jó útvonal tervet, hogy akkor egy ilyen nagyobb körbe menjen a busz, és akkor meghívtuk erre a volánnak a képviselőt, akik mondták, hogy természetesen ők nagyon szívesen felajánlottuk, hogy odaadjuk a két buszt, vegyék át üzemeltetésre, és akkor ezzel járjanak. Azt mondták, hogy nekik az jobb, hogyha hoznak inkább, mert a flottájukban bőségesen van ilyen ennél nagyobb, de a nagy busznál kisebb méretű busz, és akkor inkább ilyet hoznának ide, és akkor ezt állítanák be pomászhelyi közlekedésre, mondtuk, hogy jó legyen. Azért is jó volt ez a megoldás, mert a volán, mint nagy rendszer, az ide vonatkozó állami normatívákat le tudta igényelni, ezáltal a Pomázon élő 65 év fölötti lakosok után a közszolgáltatást végző megkapja a normatívát, ha használja a buszt, ha nem használja a buszt, tehát ez lakosságszám szerinti normatíva, nem tudom, 3000 vagy 4065 év feletti lakosunk van, szorozva mit tudom én mennyivel, ez a pénzt megy a volánnak, plusz az ifjúság után a megváltott jegy és bérlet árának az 50%-át visszatéríti az állam, tehát erre is kap egy komoly normatívát. És akkor ezt így el tudjuk indítani. Aztán megszületett a 2021 évi költségvetés, és a 2021 évi költségvetésből kihagyták a helyi közösségi... 21 évi? Igen, tehát az idei költségvetés. Ugye ez tavaly december környékén volt, tehát mi elkezdtünk a volánnal tárgyalni a szeptember-október környékén, és tehát megküldték a szerződést, megküldték a díjszabást, megküldték, hogy mi a javaslatuk az útvonallal kapcsolatban, tettek módosító indítványokat, nekünk is kellett lépni, mert a Seshegyi iskolánál ott az Egyirány utcának a megfordítását kellett volna megcsinálni, tehát milyen szakértőt erre fölkértünk, tehát mi is tettük azokat a lépéseket, ami szükséges. Most jelen pillanatban nekünk annyi dolgunk van a történetben, hogy kihelyezzük a megálló oszlopait, és elvileg a volán az ebből a szempontból kész lenne, hogy elindítsa a járatot. Nem ez a baj, hanem az a baj, hogy amikor megszületett vagy tudatosult pontosabban, inkább úgy mondom, hogy tudatosult a volánba a 2021 évi költségvetés, amiből egy az egybe kimaradt a helyi közösségi szolgálat közlekedésnek a támogatása. Tehát gyakorlatilag a 65 év fölöttiek, illetve a
diákok után kapott állami normatívát nem tudja a Volán leigényelni, nem csak Pomázon, az egész országban. A Volán az így látványosan összeomlott, hogy, hogy úristen, akkor most hogyan tovább, és szerintem még mindig nem tértek magukhoz, mert azóta a kommunikáció is elakadt, nagyon nehezen megy. Most mi azt kértük a szolgáltatótól, hogy akkor változtatunk egy kicsit, akkor most egyelőre ne gondoljunk nagyon nagyot, mert hogy itt nekünk van még kiépíteni valunk, buszmegálló kiépíteni valunk, hanem gondolkozzunk csak abba, hogy a hévállomás Rákóczi út fölmenne az Illyés Gyula utcába, megfordul, lejön a Rákóczin, bemegy a Vörös Martiba, azon végigmegy, és nem megy a Bajcsi-Zsilinszkiba, természetesen megáll a buszmegállóba, hogy ezt az utat járja be, tehát ez egy szűkített járat, ide kérünk egy árajánlatot, egy kalkulációt, hogy mennyiért lehet ezt megcsinálni, kell hozzá önkormányzati támogatás, és minél előbb indítsuk be ezt a szolgáltatást. Ennek most jelen pillanatban két akadálya van. Az egyik, hogy tegyük le ezeket az oszlopokat, kérte a szolgáltató, és akkor ő kihelyezi erre a menetrendet. Hát a másik, és ez a fő akadály, hogy hát most padlót fogott a Volán, hogy akkor hogy tudja üzemeltetni, hogyha elveszíti ezt a támogatást. A tervünk az az volt először, hogy a két kis buszt azt odaadjuk a Volánnak, hogy üzemeltesse. Volán mondta, hogy köszöni szépen, nem kéri. Akkor mondtuk, hogy semmi gond. Akkor a B-verzió az, hogy a két kis buszt, ha nem tudjuk használni, és a Volán megoldja a saját járműveket, akkor mondjuk értékesítjük, eladjuk. Ez mellett, vagy ez ellen szól mondjuk az, hogy ennek a kis busznak a zárát azt valószínű, hogy hát messze nem trapjuk vissza, tehát körülbelül az 50%-át, 50%-os áron tudjuk értékesíteni. A piac meg ráadásul tele van ilyen buszokkal, tehát nem biztos, hogy célszerű eladni, hanem akkor megnézni, hogy valamelyik intézménynek lehet erre szüksége, esetleg polgármesteri hivatalnak, esetleg a szociális szolgáltatási központnak, esetleg a kastélynak lehet erre a busznak szüksége. Vagy hogyha a Volánnal végül is nem tudunk egyáltalán megegyezni, és mégsem fog a Volán indítani Pomázon helyi közösségi szolgáltatást, hát akkor megtaláljuk ki, hogy akkor hogyan fogjuk tudni ezt üzemeltetni. Tehát még egyelőre a kis buszok bent állnak a polgármesteri hivatal udvarán, nem adtuk el. Az érdekelne engem, hogy most ha Volán üzemeltette volna őt, akkor önkormányzati hozzájárulás nem kellett volna, vagy csak minimális, mivel hogy ő a nagyját fedezte volna a visszaigényel, államtól leigényelhető normatívák. Ez az, amit már soha nem fogunk megtudni, ugyanis odáig nem sikerült eljutni, hogy a Volán átküldje az ide vonatkozó számításait, hogy mennyiért üzemeltetni ezt a buszt. Én úgy gondolom, hogy nem kellett volna önkormányzati támogatás hozzá, mivel hát, mint említettem, több mint 3000 fő után ő megkapta volna ezt a normatívát, és azért szerintem neki bőségesen belefért volna. Másrésztről ugye nem két gépkocsi vezetőt kellett volna fönntartani a Pomázon, hanem egy gépkocsi vezetőt, és mivel nagy rendszert üzemeltet, tehát a buszt ide tudja vezényelni, gépkocsi vezetőt át tudja tenni Szentendréről akár, hogy tehát ez biztos, hogy egy ilyen nagy rendszernél ez könnyebben működött volna. De mondom, hogy ez már csak találgatás, mert igazából odaig nem jutottunk el, és ezért vertük az asztalt, hogy átküldtek már minden szerződés tervezetet, de a szerződés kettős melléklete, a kalkuláció, ez igen, az, ami hiányzott, ami bele van írva, hogy ez ennyibe kerül, ebből ennyi az állami támogatás, ennyi a jegybevétel, ennyi a mit tudom én micsoda, és akkor ott van egy differencia, hogy ennyi önkormányzati támogatást kérünk, vagy éppen nem kérünk, meg belefér a történetbe. Hát most, hogy kimaradt ez a két normatíva, most biztos, hogy nem tudja megoldani a Volán ezt önkormányzati támogatás nélkül, a lakosságra meg nem lehet ezt ráhárítani, mert ez így viszont nagyon drága lesz. Ez már biztos különben, hogy ebben már nem lesz előre lépés? Tehát, hogy ezt nem vonja vissza a kormány, mondjuk, hogy amit megszüntetett? Ezt hát az biztos nem, mert az legfeljebb a következő évi költségvetésbe építhetik vissza, tehát én arra nem látok nagy garanciát. Akkor viszont marad megint az a lehetőség, hogy valami vállalkozónak odaadni? Hát akkor az lesz, hát akkor hát azt is lehet, hogy az önkormányzat azt mondja,
hogy jó, hát akkor fölveszek két buszvezetőt, és akkor vagy egy buszvezetőt, és akkor abban fogom üzemeltetni. Uh-huh. Tehát itt is lehetőségek vannak. Uh-huh. Nem egy 8 órás munkaidő a buszvezetés, mert van egy reggeli csúcs, meg van egy délutáni csúcs, közötte meg igazából semmi. Tehát nekünk volt egy elképzelésünk, hogy ezt hogy lehetne jól üzemeltetni. Egy nyugdíjas állás. Hát mondjuk gyakorlatilag igen. Tehát erre volt egy elképzelésünk, hogy ezt hogy lehetne jól üzemeltetni a helyi taxiszolgálattal együtt működve, tehát voltak taxisok, akikkel mi beszéltünk is, hogy tudna egymásra épülni. Csináltunk lakossági felmérést is, hogy lakosságnak mik az utazási szokásai, hogy mikorra kell beírni a munkahelyére, tehát akkor melyik részről, Pomázi melyik részéről, hányan vennék igénybe a buszt, ugye tehát csináltunk egy előkalkulációt, tehát ebbe azért elég jól előre haladtunk. Hát lehet, hogy megint azt kell elővenni. Még lenne két kérdésem. A hóeltakarítást, ahogy megoldottuk, jó, hogy nem nagy hó volt még. Éjszaka nagyon esett. Tényleg? Éjjel egy óra, akkor szakadt a hó. Nem mondod. De egy ilyen alig negyed, lett. Hát reggelre, igen. Igen, negy órát. Hát meg kint most hány fok van? 10 fok van kint. Azt kérdezném, hogy ki tudtátok-e megpróbálni, mennyire tud hatékony lenni a hó eltakarítás. Azért nem tudom, kellett-e már havat takarítani? Persze. Ó, hogyne. Tehát gyakorlatilag folyamatosan, tehát hát egyrészt ugye úgy nem lehet neki menni a télnek, hogy a téli hó eltakarítás, síkosságmentesítés nincs megoldva. Tehát ezt nagyon meg kellett szervezni. Az önkormányzatnak volt egy szerződése egy vállalkozóval, a síkosságmentesítést, hóeltakarítást, az 30 millió forinté végezte. Ez napi 200 ezer forint. Tehát elég szombos. Azt mondtuk, hogy ez így nem jó, tehát ez így nagyon sokba kerül. Próbáljuk meg olcsósítani. Ez így, ja, és nem beszélve arról, hogy ugye ez egy áfás történet volt, tehát gyakorlatilag a szolgáltatás is kidobog még 27% áfát az ablakon, önkormányzat meg nem áfa viszonyigénylő, tehát igazából ez a pénz ez nem jön vissza neki, tehát ezért egy másik megoldást választottunk, hogy próbáljuk meg saját magunk ezt megoldani. Hát ehhez kellett vennünk először is egy hókotrógépet. Volt egy nagyon jó olasz hókotrógép, ez egy új gép volt, amit az a cég, aki a traktort hozta be. Na, hozzáteszem egyébként, hogy a traktort is visszavitettük, megkaptuk az új traktort, levizsgáztattuk, tehát ez a traktor már tud havat kotorni, sózni, a kerékpárutakat csinálja, illetve ez a traktor, ami fölmegy a hegyre, és azokat a felső utcákat, ahol még sose járt eddig hókotró, meg tudja csinálni, ennek kicsi a tolólapja, és hozzáteszem, hogy vásároltunk a meglévő sókészlet mellé olyan sózóanyagot, ami környezetbarát, tehát nem nátriumklorid, hanem mit tudom én micsoda, és nagyon sok helyen már ezzel végezték a sózást. Ugye azt kell tudni, hogy a só az mondjuk -4 fokig működik, -4 foknál hidegebb időben a só már hatástalan. Tehát hiába szorjuk ki, nem fogja elolvasztani, nem fog semmit csinálni, hogyha ennél hidegebb van. Ez, amit vettünk, ez az anyag, ez -10 fokig, ha jól emlékszem, azt mondták a kollégák, hogy -10 fokig jó, tehát -10 fokig le tudják olvasztani. Megvan szervezve a folyamatos kezelő személyzet, tehát naponta két kezelő van, egyik a traktorra, másik a hókotró gépre, tehát vettünk egy hókotró gépet, ez pontosabban nem is az önkormányzat vette, hanem a kastély non-profit Kft. Vette meg, több okból kifolyólag, egyrészt, hogy hát, ha el tudjuk sütni ezt a kincstári vagyonigazgatósággal kötött szerződésben, hogy a kastélyhoz tartozó vagyonértékű jognak amit az önkormányzatnak fizetnie kellene, de hogyha a kastély vagy a kastély környezetében mi valamilyen beruházást végzünk, akkor nem kell ezt a vagyonértékű jogot fizetni, hogy hát ezt elfogadják, mint a kastély környezetében végzett valami, ugyanis a kastély környékének a takarítását is elvégzi ez a masina. Másrészt meg hát nem titkolt dolog, hogy áfát tud a kastély visszaigényelni, tehát egy kis lélegzethez tud talán a kastély jutni, és ennek a
kotrógépnek az üzemeltetését, pedig az önkormányzat alkalmazásában álló közterület vagy település gondnokunk szervezte meg, csinált egy hát egy kis adózó, vagy mit tudom én, valamilyen vállalkozást, és így szakompak az egész téli hókotrás sót őrzése, meg mit tudom én, tehát a 30 millióval szemben körülbelül 7 millió forintból meg tudtuk oldani. Most ez az, amit tovább kell fejlesztenünk, mert szükség van még legalább egy darab hókotrógépre, hogy ez az, amit meg akartunk venni, ez az olasz hókotrógép, eznek 26 millió forint lett volna az ára, viszont a szállítás azt mondták, hogy ez körülbelül olyan december közepe tájékára fog megérkezni. Hát mondtuk az azért novemberben, András nap környékén azért leszokott esni a hó, hát most vagy leesik, vagy nem esik, de azért nem hazárdírozunk, hogy itt maradunk masina nélkül, és így kerestünk egy használt gépet, néztünk Németországban is, Ausztriában is, Svájcban is, tehát elég sok hókotrógépet lehet, használt gépet lehetett venni, sőt hát Magyarországon is többet megnéztük, de itt leülve kollégákkal abban maradtunk, hogy Magyarországon kell megvenni a gépet, lehetőleg egy olyan gépet, ami már üzembe van helyezve, hogy ne kelljen azzal az időt húzni, mert most a pandémia alatt iszonyú soká tart, amíg levizsgáztatjuk meg minden, hanem hogy ezt lehessen használni. És akkor így valahol, nem tudom, hol találtak egy nem is egyet, mert többet néztek meg, és hát kiválasztották a legjobbat, lementek ért, elhozták, és igazából most ez a hókotrógép, ami jelen pillanatban most hókotrógép, de hogyha kitavaszodik, akkor leveszi magáról a hókotró puttonyát, és akkor lesz az önkormányzatnak egy teherautója. Jelen pillanatban ugye nincs az önkormányzatnak teherautója, legalább akkor lesz egy teherautóval, mivel mondjuk a hulladékot meg, amit kell, azt tud szállítani. Meg hogyha veszünk hozzá seprőt, akkor föl tudjuk tenni rá a seprőt, és akkor az utaknak a seprését el tudja végezni. Ezért vettünk használt gépet, meg azért, mert hogy most kiírásra fog kerülni rövidesen az önkormányzatoknak egy ilyen eszközbeszerzési pályázata, és most már Pest megye is tud majd pályázni, ugye eddig Pest megye ki volt zárva mindenféle ilyen pályázatból, és majd mi is tudunk pályázni, és akkor megpróbálunk pályázni oda már új gépeket. Addig meg a használt gép nekünk tökéletesen megfelel, és akkor igazából azt mondom, hogy akkor lesz Pomázon 2 vagy 3 olyan masina, téli hókotró, síkosságmentesítőgép, amivel meg lehet oldani ezt a feladatot. Egy pomáznagyságú hegyi településen ez körülbelül ez jó is. Az a cél, hogy ha elindul a hóesés, akkor 4 órán belül ott legyen. Kollégák most úgy csinálták meg, és hát ez talán kedves nézők is tapasztalták, hogy például én tegnap este olyan 22 óra magasságában láttam elmenni a Vróci úton a házunk előtt a hókotró gépet, sárga villogóval ment fölfele, tehát elősózta az utat, mert ugye látták a srácok, hogy jön az éjszakai hóesés, hegyi utakat kellett megcsinálnia. Tehát most elsődlegesen arra koncentráltunk, hogy a gyűjtőutak és a hegyi utak azok tisztítva legyenek, és ha gyűjtőutak, hegyi utak megvannak, akkor utána jönnek a lakóutcák. Volt egy lakóutca, azt mondták, köszönjük szépen, ott ne kotorjunk havat, mert ott a gyerekek szánkozni akarnak, és ott ne toljuk el a havat. Tehát ilyen is van. Viszont szerintem 3 géppel ez nagyon jó lefedhető, és akkor tényleg 4 órán belül letakarítható lesz a város. Most már tényleg nincs sok időnk, polgármester úr, de még egy kérdést fel kell tennem. Ugye a polgárőrségnek 29-én lejár a szerződése, amit nem sikerült aláíratni, viszont nekem tudomásomra jutott egy olyan információ, hogy ami az országos polgárőrség weboldalán megtalálható egy ilyen szerződési sablon, hogy azt ők aláírnák. Tehát az országos polgárőrség weboldalán van egy ilyen sablon, amit ugye ajánlanak a polgárőröknek, ha megalakul egy új polgárőrség, és szerződést akarnak kötni, meg mit tudom én mi,
hogy azt a sablont ők aláírnák. Nem tudom, hogy erről a sablonról tudott-e a bizottság, amikor tárgyalt a környezet? Nem tudom, én szándékosan kihagytam magam a polgárőrséggel való csatározásból. Én úgy gondolom, hogy a bizottság, illetve a hivatal a szerződést azt nagyon gondosan előkészítette. Én úgy gondolom, hogy ők azt vették alapul, tehát azt a szerződést vették alapul, ami az Országos Polgárőr Szövetségnek az ajánlása, ugyanis ezt többször hallottam, hogy az Országos Polgárőr Szövetségnek van etikai ajánlása, van együttműködési ajánlása, mit tudom én, mindenféle ajánlások vannak, tehát ezeket a dokumentumokat nagyon tüzetesen áttanulmányoztak, és ez alapján csinálták meg azt a szerződést, amivel végül is a polgárőrséget megkínáltuk. Most hozzáteszem, hogy a polgárőrség most azon túlmenően, hogy semmit nem írnak alá, és semmiben nem hajlandók együttműködni, hogy ezt jegyzőkönyvbe el lehet olvasni, tehát ezt elmondták. Igazából egyetlen egy olyan konstruktív javaslattal nem jött, hogy a szerződésnek az első oldal negyedik pontja az egy marhaság, azt fogalmazzuk át, és mi javasoljuk, hogy az így legyen megfogalmazva. Tehát ilyennel nem keresett minket a polgárőrség. Azt tudom, hogy azt is a jegyzőkönyvben olvastam, hogy amikor próbáltak egyesével végigmenni minden ponton, akkor a jegyző úr kérte föl őket, amikor arról volt szó benne, hogy a polgárőrség és a rendészetünk hogyan tudna együttműködni, hogy és határozott elzárkózás volt a polgárőrség részéről, akkor jegyző kérte a polgárőrség vezetőjét, hogy hát akkor javasolják, hogy akkor hogy szerepeljen ez a pont, akkor mondtak valamit, amit mi rögzítettük, hogy akkor legyen ez így benne, de utána két nap múlva megküldtek egy e-mailt, hogy mégse, és ezt nem, ez sem. Tehát én úgy vettem észre, hogy ez egy teljes ilyen patthelyzet, ami kialakult a polgárőrséggel. Azt kell megérteni benne, hogy ebben az évben számvevőszéki vizsgálat van Pomázon. Tehát ezt a számvevőszéki vizsgálatot elkezdték. A számvevőszék az egyesével végignéz mindenféle szerződést, amit az önkormányzat kötött. Nem tehetünk le a számvevőszék elé egy olyan vizsgálatot, ami úgy kezdődik, egy 2006-os szerződés, ezt még Golub Atanász kötötte a polgárőrséggel, ami úgy kezdődik, hogy a 2006 évben milyen jogszabályok alapján, milyen hivatkozat jogszabályok alapján kötik meg ezt a szerződést, amiből abból a négy darab felsorolt jogszabályból három már hatályon kívül van helyezve. 2006-ban, amikor kötötték ezt a szerződést, még nem létezett polgárőr törvény sem. Azóta van polgárőr törvény, azóta már nincs 89 évi kettes törvény, és mit tudom én, hagyd ne soroljam a többit. Tehát gyakorlatilag egy ilyen szerződést nem lehet fönntartani, erre nem lehet közpénzt kifizetni. Hát ebből indult az egész történet, aztán, hogy most most honnan vették ezeket a marhaságokat, hogy a tűzoltóság alá akarjuk a polgárőrséget. Hát a tűzoltóság az egy olyan köztestületként működő szervezet, hogy tennénk alá a polgárőrséget. Van olyan település egyébként nagyon sok Magyarországot, ahol a tűzoltó egyesület és a polgárőrség közösen működik. Ha valaki engem ismer, akkor az nagyon jól tudja, hogy ennek én mindig olyan szinten ellene voltam, mert hogy nem lehet a két funkciót összekeverni. Tehát nincs olyan, hogy polgárőr és tűzoltó egyesület, mert mások a funkciók. Tehát itt közelünkben így működik Pilis-Szent Ivánon például, jól működik, biztos jól működik, de igazából ott is valahogy szétválasztják ezeket a funkciókat. Tehát mondom, nekünk eszünk ágában nincs, hogy ezeket összemossuk, ezeket a feladatokat. Tehát hogy lehet, hogy ettől féltek a polgárőrök, én nem tudom, de igazából tehát ez nagyon elmérgesedett és elcsúnyult ez a dolog. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm. A nézőknek köszönjük a figyelmet, és remélem, hogy sok mindenre választ kaptak. Reméljük. Viszontlátásra. Viszontlátásra.